folytatjuk kézilabdából. Szerbből magyarra lett kézilabda óriás búcsúmeccse lesz a hétvégén szeretett városában, Dunaújvárosban. Boki, azaz Bojana Radulovics VB és olimpiai ezüsttel, BL győzelemmel a tarsolyában, ma már az Újvárosi Kézis Akadémiát irányítja. Múlt és jelen csap majd össze, a város díszpolgára itt és ott is játszik majd. Az ünnepet a Dunaújvárosi sportvezető és játékostársa, Kocsis Erzsébet, Ferling Bernadett és Gáspár Gabriella előlegezik meg. Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Na, milyen lesz ez a mérkőzés? Hogy lett ez kitalálva, hogyan zajlott a szervezés? Hát először is reméljük, hogy teltház előtt lesz, és Boki búcsú meccsén már sokat gondolkoztunk, hogy mikor is legyen. Talán ez lett most így a legalkalmasabb időpont, mérkőzéseink ugye ebben a hónapban nem lesznek, és úgy gondoltuk, hogy azért az ő pályafutását méltóképpen kell elbúcsúztatni, és ezért gondoltuk, hogy a BL csapatot összehívtuk, hát mindenki első szóra tényleg jött, a jelenlegi csapat ugye adott volt, és talán ezzel a mérkőzéssel felelevenítjük a múltat, és akkor itt szépen elbúcsúzunk tőle. És akkor ő meg itt is játszik, ott is játszik? Igen, így gondoltuk, de ezt majd azért ő még eldönti, hogy szeretné. És hogy fognak kinézni a kispadok? Akkor jönnek a régi mesterek is, igaz? Igen, Zsiga Gyula nem tud eljönni egyedül, neki akkor fordulója van, tehát mérkőzése van, sajnos ő nem lesz ott, de Bokinak a korábbi edzői ott lesznek. Na most az az érdekes, hogy ezt végülis hogyan találtátok ki, ez egy elég baráti társaság, mert most már évek óta Dunaújvárosban, nagyon összetartó minden tekintetben, barátnőként is, a csapat megmentésében is, és akkor így összedugtátok a fejeteket, vagy esetleg még előtte próbáltátok rávenni őt egy kis folytatásra? Hát azt persze próbáltuk, már ugye 2 évvel ezelőtt is megpróbáltuk, akkor szerencsére sikerült, aztán ugye sajnos ez a derék sérülése vagy gerinc sérülése, ez közbeszólt, nagyon szívesen folytatta volna még különben, ezt el kell, hogy mondjam. De aztán utána már erről ugye nem volt szó, hogy visszaállna, de ez a búcsú meccse, amikor megkerestük, vagy amikor kipattant a fejünkből ez az ötlet, hogy mégiscsak valahogy le kéne zárni ezt a fantasztikus pályafutást, akkor először nagyon meg volt illetődve, ugye nem szeret annyira szerepelni, meg mondta, hogy akkor itt most ő lesz teljesen a középpontban, és hogy ezt azért annyira nem kellene, de aztán utána, amikor átgondolt, akkor persze már nagyon örült neki. Most itt arról van szó, hogy ti egyszerűen nem bírtok elválni egymástól? Mondjuk ki őszintén? Hát egyértelmű, azt gondolom, hiszen mutatja azt, hogy összeálltunk, hogy még továbbiakban is folytatjuk, és azt is, hogy a Radulovics Bojana sem válik el tőlünk, hiszen az akadémiának a első embere lett, és tehát közösen dolgozunk ezen túl továbbiakban, és ezen a mérkőzésen az akadémiában lévő játékosok, kislányok is pályára fognak lépni, tehát azt gondolom, majd ez lesz a savaborsa az egésznek. Na most ugye te voltál a világ legjobb kézilabda játékosa, helyezzük el Bokit a kézilabda világörök ranglistán. Ő 2-szer volt a világ legjobbja. Egyrészt igen, másrészt, hogyha úgy végignézzük a kézilabda történetét, akkor abszolút ott van ő a legnagyobbak között, igaz? Hát ez egyértelmű, szerintem ez nem kérdés. Nem véletlenül kapják a lányok ezt a díjat, tehát azért ezt hozzá kell tenni, Böbe sem és Boki sem véletlenül kapták ezt meg, hát nagyon megérdemelték, és Boki is ugyanígy. Ő egy, abban volt még plusz különleges, hogy őt szinte agyon ütni sem lehetett soha, tehát ő egy annyira törtető, annyira gól erős játékos volt, hogy ebből is azért nagyon kitűnt a mezőnyből. Emlékeztek, hogy hogyan ismertétek meg? Hogy kezdődött a... Ja, én igen, mert egyszerre érkeztünk a csapathoz 95-ben. Én akkor még ugye nagyon kislány voltam, ő akkor nem volt még azért olyan nagy sztár, de azért már elég befutott játékos volt, és ott a sportpályán találkoztunk először az étteremben, és azt hitt, hogy én vagyok a szlovák kapus, akit szintén akkor igazoltak, de aztán hamar tisztázódott ez a kérdés, igen, hamar tisztázódtak a pozíciók, és akkor utána már ugye rögtön nagyon jóban lettünk, tehát mi egyszerre érkeztünk oda. Én rá 2 évre, vagy tehát 98-ba érkeztem a klubhoz, és ugyanígy az alapozásba csöppentem, amikor megismerkedtünk, hát akkor még nem ez a gólerőség. Igen, Litván szélsőnek nézett el. Én még ifistek voltam, nagyon nem is foglalkoztak így velem, de akkor mondom, így egy másik Boki volt az alapozás időszakban, amikor futni kellett, nincs labda, akkor még nem volt az a lelkes kézilabdázó, és ez csak később jött azért. Én emlékszem rá, hogy
Én már egy évvel előtte találkoztam vele, hiszen ő egy évet volt Zalaegerszegen, és ott gólkirálynő lett az NB1-be, tehát igazándiból ott robbant be, és ott fedeztük fel. Mi én akkor a KEG győztes csapatnak voltam a tagja, és a vezetőink ott látták, és gondoltak arra, hogy jó lenne ő a mi csapatunkban, hiszen hihetetlenül aktív volt, és számomra az maradt meg, hogy a sportközegben ő egy nagyon csinos nő volt. Tehát én az első látásra kifestve kézilabdázott, tehát hogy ilyen igazi nő volt a pályán, ez nagyon megmaradt bennem. Kifestve kézilabdázott. Igen. ez nem általános, igaz? Nem. Szerintem nem. Akkor meg aztán még végképp nem. Na most ugye akkor a szemetek előtt lett szerbből magyarrá, vagy szerb-magyarrá, talán úgy pontosabb, és gondolom, hogy ez az ilyen beilleszkedés, ez nem nélkülözi a tréfás történeteket sem, nem? Tehát ezek az ilyen kulturális háttérbéli különbségek. Hát annyira nem emlékszem ilyenre, talán a nyelv volt az, amit ugye az elején több tréfás történet kerekedett ki ebből, tehát ő azért jól beszélt magyarul, most is ugye már most már persze nagyon jól beszélt, de azért mindig vannak olyan szavak, vagy olyan kifejezések, amiket azért máshogy használ, mint mi. Miért maradt ennyire együtt ez a társaság? Miért maradt ennyire együtt ez a társaság? Egészen annyira, hogy a legnehezebb időkben is, és most is ott van, és láthatóan mindenféleképpen a nehézség ellenére is ott képzeli el a jövőjét. Játékosként is, meg aki meg már abba adja, mint Boki, az pedig akkor a csapat környékén. Mi ennek az oka? Én azt gondolom, hogy nem véletlen lett ez a csapat BL győztes. Tehát, hogy ez a csapat tényleg igazán csapat volt, csupa nagybetűkkel, mert nem lehet megnyerni egy ilyen nemzetközi kupát anélkül, hogy ne legyen egy nagyon jó közösség, hogy ne legyen jó háttér, hogy ne legyen jó közönség, hogy egy jó csapat, és azt gondolom, hogy ott minden együtt volt, és hogy tényleg egy olyan jó társaság alkotta ezt az egészet, ezt az egész rendszert. Ők még nagyon fiatalon belecsöppentek egy ilyen nagyon jó lehetőségbe. Boki ugye húzta ezt az egészet, tehát a BL győzelem oszlopos tagja volt Boki, és azt gondolom, hogy aki ezeket a sikereket megérte, és ne feledkezzünk meg Máté Fiesztiről sem, hiszen ő is ennek a BL győztes csapatnak a tagjaként ma az akadémiának az utánpótlás vezetője lett. Tehát, hogy tényleg látszik, hogy akik mi ott vagyunk, akik dolgoztunk, ők mindenki ragaszkodik és szereti Dunai Várost. Hölgyek, akkor ez úgy tűnik, hogy a mostani nehézségek ellenére is a feltámadás meg az építkezés az maximálisan benne van ebben a társaságban, nem? Igen, mi ebbe bízunk, és mondhatom, hogy azért dolgozunk, hogy a Dunaújváros a régi fényében égjen kézilabda terén, mert szerintünk azt a szemléletet, azt a csapatszellemet, azt mi még visszük tovább, amíg lehet, és szerintem idővel azért biztos, hogy visszaáll a régi rend. Visszafog? Hát nagyon remélem, iszonyatosan bosszant minket ez a jelenlegi helyezés is, ahol állunk, meg a megítélésünk, meg mindent, tehát mi ennél sokkal többre érdemesnek tartjuk a csapatot is, meg az egész, hát ez a Dunaújvárosi kézilabda nem kerülhet ilyen helyzetbe, úgyhogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ezt megváltoztassuk, és sikereket érünk el. De gyakorlatilag, amikor így bosszankodtok, akkor azért arról van szó, hogy ebben a városban kicsúszott a talaj a sport alól, és igazából semmiből kell újraépíteni kissé, nem? Hát nagyon-nagyon nehéz a feladat, de azt gondolom, hogy azt, hogy együtt tartottuk ezt a csapatot, az már egy óriási feladat volt, egy óriási lépés, és talán állítottunk magunk mellé már olyan embereket, akik ugyanúgy szeretnék, hogy legyen itt jó és sikeres kézilabda, és azt gondolom, kis lépésenként haladunk előre, tehát nagyon bízom benne, hogy lesz még itt tényleg. Hát, ha a junior táblázatra ránézek, akkor bizakodó. Biztató a jövő, nem? Igen, meg hát az akadémia is ezért, ez az egyik fő feladata azért, hogy a későbbi, vagy hogy a felnőtt csapathoz neveljen tehetségeket, úgyhogy a jövőt tekintve azt hiszem, hogy nincsenek ilyen aggájaink, egy picit a jelenen kell javítani. Egyébként játékosként, aktív játékosként, amikor az ember a jövőjén töri a fejét, akkor a ti esetetekben is magától értetődően Dunaújváros? Hát most már azért több mint 10 éve vagyunk mindannyian a városban, úgy gondolom, hogy azért ez egyértelművé vált, hogy abba a közegbe akarunk. Ugye a csapatszellemet azt már mondtuk, mi szeretnénk a későbbiekben úgymond együtt megöregedni is. Igen. Egyértelműen, igaz? Na most idén mi a cél egyébként? Benn kell maradni szép nyugodtan? Hát nagyjából igen. Most már sajnos azt kell mondanom, hogy tényleg így van a helyzet, egy picit, bár még azért sok van a bajnokságból, úgyhogy lehet bármi, de
nem állunk túl jól. Nem szeretnénk azért ott a végén ilyen nagyon kiélezett mérkőzéseket játszani a bennmaradásért, hanem azért valahol előrébb szeretnénk végezni, de ugye úgy is indultunk ennek az évnek neki, hogy legyen már végre egy olyan, hogy biztos anyagi hátterünk van, és nyugalom van, és készülhetünk, és csak a kézilabdára koncentrálhatunk. Ezt helyel közel azért sikerül, de szerintem jó úton vagyunk. Hát akkor jó kapaszkodást, hölgyek, meg jó búcsúmérkőzés, gondolom, hogy meg fogjátok könnyezni. Hát akkor jó könnyezés, mert azért ezek örömkönnyek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.